Ez a film az erdőkről szól, ám ez a film rólad is szól. Életünk tel is tele van viszontagságokkal. Nem számít, hogy ki vagy, vagy hol élsz valójában. Mindig vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, meghasad a szívünk, vérzik, vagy fáj. Amikor kudarccal, elutasítással, vagy veszteséggel találjuk magunkat szemben. Szóval, hogyan találhatunk újra önmagunkra, amikor hullámvölgyben vagyunk? Hogyan kezdjük önmagunkat gyógyítani, amikor megsérültünk? Először is meg kell értenünk az agy működését. Több ezer éven keresztül szervezetünk és az agy a természet ölelésében fejlődött azzá, ami. Benned is ott van az a rész, aki még mindig otthon érzi magát a természetben. Valójában már tudományosan is bizonyított tény, hogy amikor természetben tartózkodunk, agyműködésünk megváltozik. Amikor a természettel összekapcsolódunk, a fejünkben csodálatos változások mennek végbe, melyek elkezdik lecsillapítani az idegrendszert, és megnyugtatnak bennünket. Csökkentik a stresszt, legyőzik a depressziót. Szervezeted fogadja ezeket a jeleket, melyek megerősítik az immunrendszered, és felerősítik gyógyulási képességeidet. Műtét vagy betegség után felgyorsul a felépülés. Nő a vörösvértestek száma, ami harcol a rákkal és a daganattal. Mélyebb az alvás, csökken a vérnyomás. Zaklatott életünkben túlterheljük azon agyterületeinket, amelyek az információfeldolgozásért, a racionális gondolkodásért és a döntéshozatalért felelősek. A figyelemelvonásra és vágyakra épült világunkban agyunk egy pillanatra sem pihenhet, pedig optimális működéséhez elengedhetetlen lenne. Gyakran veszítünk kontrollt a fejünkben zakatoló gondolatok felett, és a legtöbb ember észre sem veszi a figyelmeztető jeleket, csak amikor már rosszra fordul a helyzet. Depresszió. Több mint 350 millió ember szenved tőle. Stressz. Globális népbetegség. Növekvőben a krónikus betegségek, szorongás, indulatosság. Sokan fordulnak alkoholhoz vagy kábítószerekhez. Egyesek gyógyszerekkel vagy költséges terápiákkal próbálják enyhíteni tüneteiket. Csak kevesen fordítanak időt és energiát arra, hogy megtalálják a probléma valódi gyökerét és okát. Egyszerűen kérdezd meg magadtól, mi az egészségem forrása? Ha elcsendesíted az elméd és magadba nézel, tudni fogod. A természet. Újra kapcsolódni a természethez, olyan, mintha egy újraindítást engedélyeznénk az agyunknak. Ez a film az erdőkről szól. Ám ez a film rólad is szól. Nem menekülhetünk el a sors viszontagságai elől, de a természetben mindig nyugalomra lelhetünk. A fák társasága mindig képes vigaszt és tisztánlátást nyújtani számunkra. A gyógyuláshoz vezető út pedig benned van. Amikor megtanulod, hogyan viheted magaddal az erdőt, akkor legbelül mindig otthon leszel, és a gyógyulásod megkezdődik. Az erdőtől neked.